Önök a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm nézőinket! A híreket követően arról tudósítunk, hogy mi a helyzet Pécset az akkreditált laborok tekintetében. Műsorunk után tőzsdeinformációkat hallhatnak. Újabb 3 milliárdos beruházásra készül az Elkotech Pécset, hogy a hírül a napi gazdaság. A növekvő rendelés állomány miatt év végén, de legkésőbb 2000 elején újabb gyártócsarnok építését kezdi meg a pécsi ipari parkban a finn Elkotech Network Magyarország Kft. A cég az új gyártócsarnok beüzemelését követően 600-ról 2000-re akarja növelni a létszámot. Az új létesítményben csak gyártórészleg, raktár és kiszolgáló egységek lesznek. Mától mintegy a felére csökken az M1-es autópálya díja. Ezzel a három magyarországi díjas autópálya között az első helyre került az eddig Európában a legdrágábbnak is nevezett 43 kilométeres szakasz. Az adatvédelmi biztosnak a koncesziós szerződés titkossága feloldásával kapcsolatos tavalyi ajánlásáról még nincs döntés. Pécset nagyon alacsony az akkreditált laboratóriumok száma. A minősítés komoly feltételeinek csak kevés cég és intézmény tud megfelelni. "1997. szeptemberében alakultak meg a nyugdíjpénztárak. Idén augusztus 31-én jár le az a két éves határidő, ameddig a nem pályakezdők eldönthetik, hogy a társadalombiztosítás ellenőrzése alatt maradnak, vagy belépnek egy nyugdíjpénztárba. Pályakezdőnek azok minősülnek, akik 98. június 30-a után kerültek először biztosítotti viszonyba a társadalombiztosítással. Értelemszerűen, akik ezelőtt, tehát 98. június 30-át megelőzően már biztosítottak voltak, ők nem pályakezdők. Tehát a törvény az ő részükre mondja ki, hogy önként történő magánnyugdíjpénztári belépésre 1999. augusztus 31-éig van lehetőség. Különösen kell figyelniük azoknak a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, akik 1998. június 30-a előtt akár csak néhány napra is munkát vállaltak, hiszen így ők sem számítanak pályakezdőnek. Az 1998. július 1-e után munkába állóknak első munkahelyük megválasztása után kötelező eldönteni, hogy melyik pénztárhoz csatlakoznak. Amennyiben önként nem választanak, akkor a munkáltató őket a területileg illetékes, központilag kijelölt magánnyugdíjpénztárhoz küldi. Megyénkben ez a Hungária magánnyugdíjpénztár. A törvény arra is lehetőséget ad, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok visszatérjenek a társadalombiztosításba. A magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény értelmében 2000. december 31 az a határnap, ameddig egyszer az önként belépők visszaléphetnek a társadalombiztosításhoz. De ugyanakkor nyugdíjazásakor, vagy azt megelőzően visszautaltatta az állami nyugdíjbiztosítási alapba a magánnyugdíjpénztári egyéni számláján felhalmozott összeget hozamaival együtt természetszerűleg, akkor őt a társadalombiztosítás ugyanúgy tekinti, mint azt, aki egész életében csak és kizárólag társadalombiztosítási járulékot fizetett. 1998. január 1-én 51 magánnyugdíjpénztár kapott állami pénztárfelügyeleti engedélyt. Közülük jelenleg 39 működik. Mielőtt azonban választanánk közülük, érdemes tájékozódni. Az első, én mindenképpen azt mondom, hogy mekkora a taglétszám, másodszorban, hogy milyen és mekkora tőkeerős cég áll az adott nyugdíjpénztár mögött. Harmadsorban én azt javasolnám, hogy mindenképpen olyan nyugdíjpénztárat választunk, aki mögött esetleg egy valamilyen biztosító cég áll, ugyanis nagyon sokan nem gondolják végül azt, hogy az út végén, tehát amikor elérjük a nyugdíjkorhatárt, akkor minden egyes nyugdíjpénztár a saját tagjai részére kell, hogy egy adott biztosítótól életjáradékot vásároljon. És nyilvánvaló, hogy azon nyugdíjpénztár, amely mögött biztosító áll, nyilván olcsóbban fogja tudni a tagjai részére ezt megvásárolni, mint esetleg egy kisebb pénztár vagy egy másik típusú pénztár, aki mögött nem biztosító áll. A nagyobb nyugdíjpénztárak felkészültek az augusztus 31-i határidő előtti rohamra. Többségük meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket. Mint azt bizonyára önök is észrevették, az imént technikai okok miatt egy másik anyag került levetítésre. Kérem, most tekintsék meg az akkreditált laboratóriumokról szóló tudósításunkat. A közelmúlt élelmiszerbotrányai a laboratóriumokra irányították a figyelmet. A fertőzött élelmiszerek hatósági vizsgálatát ugyanis csak megfelelő laborok végezhették el. Az 1995-ben megjelent 90-es törvény az élelmiszerekről, és annak a 1/96-os végrehajtási utasítása
a hatósági élelmiszer vizsgálatok végzésére kifejezetten akkreditált státuszú laboratóriumot ír elő. Az akkreditációra nem csak a hatósági vizsgálatok miatt van szükség, hanem a laboratóriumok érdekében is. Az akkreditáció tulajdonképpen annak az elismerése, hivatalos elismerése, hogy az a vizsgáló laboratórium az akkreditálás műszaki területét felölelő vizsgálatokra felkészült, ezáltal minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, tart fenn, és ezáltal a vizsgálatoknak a hatékonysága, a megbízhatósága lényegesen emelkedik. A laboratóriumok számára a megfelelő szint elérése hosszadalmas és nagyon költséges feladat. Több éves előkészület szükséges hozzá, amely alatt a megfelelő szakemberek és eszközök kiválasztása mellett az alkalmazandó módszereket is meg kell határozni, és a minőségügyi kézikönyvben rögzíteni. Ez tartalmazza a laboratóriumnak a tevékenységi területét, és hogy ezeket a tevékenységet milyen személyzettel, milyen eszközökkel, milyen környezetben és hogyan végezzük el. A minőségügyi kézikönyvet a Nemzeti Akkreditáló Bizottság bírálja el, és ha megfelelőnek találja, sor kerülhet a helyszíni szemlére. Amennyiben ekkor sem találnak hiányosságot, a laboratórium megkapja az akkreditált státuszt. Az akkreditálás az 3 évre szól, de közben évente van felülvizsgálat. Amennyiben felülvizsgálatkor a laboratórium nem felel meg, valami komoly hibát találnak, akkor ezt az akkreditált státuszt ezt visszavonhatják. Bár megyénkben csak 4 akkreditált élelmiszer ellenőrző laboratórium van, azok felszereltsége megfelelő. A minőségi laborok a jövőben egyre több tevékenységi körre próbálnak akkreditációt nyerni. Önök a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látták. Észrevételeiket, javaslataikat a szerkesztőség képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után. A pénteki napfolyamon a budapesti értéktőzsdén 5 pontos emelkedés követően 7523 ponton fejezte be a kereskedést a Bux Index. Ez az 1999-es évben a csúcsot jelenti, ugyanakkor az 5 pontos emelkedés jól mutatja a jelentős mértékű stagnálást. A napon belül néhány papírnál azonban kifejezetten erőteljes mozgás történt. A PIK több mint 9%-os emelkedés követően kereken 8000 forinton zárta a kereskedést, a Coffinek 4,5%-os emelkedés követően 2665 forinton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok a korábbi napokhoz, korábbi napokban megszokott alacsony árfolyam mozgást produkálták. Ez azt jelenti, hogy a MOL esetében a 6100 forintos záróár alakult ki, a MATÁZ-nál az 1495 forintos záróár, az OTP 11.020 forintig emelkedett, míg a Richter esetében a 12.400 záróár alakult ki. A nap folyamán a visszafogott forgalom ismét csak a kivárásra utalt. Egyelőre egyik oldal se a kereslet, se a kínálat se tudta túlsúlyba kerülni, és ezért a stagnálás volt a jelentő a piacon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!